Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, én Debreceni Szintia vagyok, és én itt a Csaba Centerből jelentkezem, mely ma ünnepli a 8. születésnapját. Mint láthatjuk, a szervezők érdekes és színes programokkal készültek az érdeklődőknek. A mai nap sztár vendégei Király Viktor, SP és Ruzsa Magdi, de mindemellett egy másik közismert személyiség is ellátogat a centerbe, Huj Strütko, akinek megjelent új könyve Menekülés a pokolból címmel. Erről fogunk ma vele beszélgetni. Szeretettel köszöntöm Vujc Strütkót, a TV2 riporterét, akinek megjelent új könyve a Menekülés a pokolból címmel. Mondd Strütko, milyen történetekről olvashatunk? Elsősorban Samiráról, akit itt látsz a címlapon, ő egy szomáliai magyar kislány, aki Magyarországra érkezett és a családom tagja lett. Igazi földi pokolból jött, és megérkezett ide hozzánk, és nagyon boldog és jól érzi magát. A második fejezet, másik jelentősebb fejezet azokról a sportolókról, illetve csapataikról szólt, akik sajnálatos módon meghaltak, de a csapataik mindig minden alkalommal megnyerték a következő mérkőzést, ez is látszik, vagy mutatja gyásznak, a fájdalomnak az erejét. Aztán elmentem Csecsenföldre és Beszlámba, minden idők legszomorúbb és legtragikusabb túszejtési akciójának helyszínére, ahol 187 kisgyermek és nagyon sok felnőtt életét vesztette több mint 5 évvel ezelőtt, de megtaláltam azt a családot, amely Magyarországra érkezett, és itt próbálta feldolgozni a feldolgozhatatlant. Ezen kívül elmentem még Afganisztánba, a magyar katonákhoz, a pompázatos emirátusokba, van egy gyönyörű történet Szlovákiából, és még mást is olvashatnak, például egy lakatlan szigetről. Értem, és miként döntötted el, hogy ezek a történetek kerüljenek bele a könyvedbe? Mi alapján írsz meg egy könyvet? A könyvet elsősorban a filmjeim alapján készítem el. Amit leforgatok, az a tévében látja a néző, az egy sokkal objektívebb műfaj a könyv, meg egy szubjektívebb, hogyan éltem én magam át a saját forgatásaim történetét, tehát a filmet azt maximum a néző könnyezi meg, a könyvet az gyakran én is, mert a saját érzelmeim sokkal jobban vannak benne. Értem, és arra szeretnék még kérdezni, hogy a könyv bevételét mire szánod? Hát a könyv bevétele természetesen abból finanszírozom az útjaimat, abból derítek fel különböző történeteket, de minden évben egyszer átadjuk a Hétköznapok Hőse díjat olyan embereknek, akik nem minden nap vannak a bulvárlapok címlapján, de akik olyat tesznek, ami miatt példaképeink lehetnek. Tavaly például az Afganisztánban szolgáló magyar katonáknak vettem sok százezer forint értékben egy könyvtárat. És neked van példaképed? Van. Például az édesapám, aki egy szénbányász ember volt, és Németh Szamira, az a 19 éves lány, aki a könyvem címoldalán mosolyog, mert ha minden azokon átment, amin átment, és tud mosolyogni, akkor azt üzeni, hogy nekünk Magyarországon valamiért panaszkodnunk. Értem, hát köszönjük szépen Szamirának, további szép életet, neked pedig sok sikert a könyvek eladásához, köszönjük, hogy elfogadtad az interjúkat. Köszönöm szépen.